Az érdi művésztelep tulajdonképpen festőtelep. Célja alapítása óta, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a magas színvonalú alkotómunkához 10-12 képzőművész számára. Magyarországon azért elég nagy számú művésztelep él és működik, tehát akár több százról beszélhetünk. De hát ebből csak, ahogy én látom, mondjuk 200 az, amelyik mondjuk ott van az elitben, ezt nehezen mondom ki ezt a szót, de hát így van, tehát amelyet ismernek, amelyik a kortárs művészeti életben valamilyen jelentőséggel bír, az körülbelül mondom 200 ilyen telep. Én azt gondolom, hogy az érdi is ezek közé tartozik. És ugye 12 éve alakult meg az érdi művésztelep, ami már azt jelenti, hogy valamennyi múltja van. Persze a régi tradicionális művésztelepekhez képest ez a múlt még nagyon kevésnek bizonyul, de már lehet látni a körvonalait, és mi azon az elven indultunk el, és a régiekből vettük ezt, tehát a Szentendrei művésztelepből és a Gödöllőiből és így tovább, hogy nem nagyon váltogatjuk a művésztelep tagjait mondjuk évről évre, hanem az alapítók végigcsinálták ezt a tizenvalány évet, és nem nagyon változtattunk. Azokon a telepeken, mondja Kéri Mihály, ahol évről évre új tagok érkeznek, nem tud kialakulni egységes szemlélet, stiláris azonosulás. Az érdi ezzel szemben azzal büszkélkedhet, hogy noha nagyon sokféle stílusú alkotó képezi, mégis egységes képet tud kiállítani magáról. Erről az egységről beszélt a kiállítás rendezője Baki Péter, Unkácsi díjas festőművész, a Művészetek Háza nyugalmazott igazgatója is. Az érdinek a jelentősége, hogy egy teljesen sajátos művésztelep, ugyanis nincs egy olyan elfogadott koncepció, ami szerint működne, hanem egy fantasztikus csapatot hívott össze Kéri Misi barátunk erre, ezekre a művésztelepekre, és mindig kiegészít egy újabb, egy fiatalabb művésszel, hív másokat is, és valahogy úgy sikerült ezt a csapatot összeszerveznie, hogy ez attól nagyon erős, hogy teljesen különböző stílusban működő emberek dolgoznak a művésztelepen, és nem csak különböző stílusban, hanem szellemiségében is másképp gondolkodnak, vagy szellemiségében is másfajta művészi értékeket képviselnek, és ezzel együtt mégis baromi egységes a művésztelep. Tehát a kiállítás is, amikor föltettem, megdöbbentem, hogy mennyire egységes, mennyire erősítik egymást ezek a művészek. Na most hát ezek kiváló művészek, Kossuth díjas, Munkácsi díjas, érdemes művészek, úgyhogy azért ez is hozzátartozik a dologhoz. Ha a névsort úgy megnézzük, akkor ezek az emberek mondjuk a magyar művészeti életben elfogadott nevek. Ez még szóval az ember nem tekintélyelvű, tehát nem feltétlenül így válogattuk ki egymást annak idején, hanem arra figyeltünk elsősorban, hogy a maga területén az érték legyen valamennyire stabil, a színvonal meg legyen jó. És így válogatódott össze ez a társaság. A válogatásnak ezek voltak az első szempontjai. A másik az, hogy egymást kibírják ezek az emberek. Már vannak olyan azonossági pontok, hogy azt mondja a kívülálló, vagy mondjuk a magyar kortárs művészet kritika, hogy az érdi művésztelepnek mondjuk van egyfajta habitusa, arculata, egyfajta hangja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én, stilárisan egységes lenne, mert csak körbe kell nézni, és akkor látjuk, hogy itt vannak mondjuk expresszív, konstruktív törekvések, tehát többféle stílus, ott vannak figuratívak, Felugosi Laci mondjuk inkább a dadaizmus felé hajlik, és így tovább, de mindezt a különbséget számba véve is
mintha valami rezgés lenne abban a tekintetben, hogy ezek az emberek valamilyen hasonló szemlélettel közelednek a világhoz. Azzal is, hogy kortárs művészetet csinálnak, abban az értelemben, hogy azt a nyelvet használják a képzőművészetben, amelyik ehhez a korhoz valahogy is valamilyen módon passzol. Az egyik iránya lehet a magyar kortárs képzőművészetnek, azzal együtt, hogy mint mondtam az előbb, hogy ez az irány ez azért elég sokrétű. A világ ma így él, tehát a művészeket van egyébként is nehéz befogni, de manapság meg még inkább nehéz lenne egyfajta irányba elindítani. Tehát annyira szabadon alkothat mindenki, annyira szabadon foghatja fel azt, hogy mit jelent számára a művészet, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel élnie kell. Most az érdiek fantasztikusan jól élnek ezzel, és hát az érdi művészetnek szakmailag nagyon-nagyon komoly presztízse van.